Ebben a videóban a horvát szigetvilágot hoztam el nektek. Az Adriai tenger Horvátországhoz tartozó területén összesen 1165 darab sziget található, ebből 698 sziget, 389 csak szigetecske és 78 pedig zátony. Ez a világ egyik legtagoltabb partszakasza. Ez a legnagyobb szigetcsoport az Adrián, a földközi tengeren viszont csak a második, mert a görög szigetvilág még ettől is nagyobb. A 698 szigetből mindössze 47-nek van legalább egy főből álló állandó lakossága. A szigetek lakosságának fő foglalkozása a mezőgazdaság, főleg a szőlőtermesztés és olivanövesztés, a halászat és turizmus. A legnagyobb szigetek sorrendben első a Cres, utána éppen csak egy hajszállal lemaradva jön a Krk-sziget, a harmadik pedig a Brač. Ha pedig a lakosságot nézzük, az első a Krk-sziget, a második Korčula, a harmadik pedig Brač. Érdekesség, hogy Cres a legnagyobb sziget, mindössze a 12. ezen a listán valami egészen elképesztően alacsony 7,8 fő per négyzetkilométeres népsűrűséggel. A szárazföldtől legtávolabb eső sziget Palagruža, ami gyakorlatilag közelebb van az olaszokhoz, mint Horvátországhoz. Meglepő módon van állandó lakossága, a világító toronyban lakik egy család. Egyszer nagyon szeretnék majd eljutni ide. A legdélebbi sziget innen kb. 6 kilométerre található, ez az aprócska Otočić-Galiula, ami egyben az ország legdélebbi pontja is. Majdnem az összes mészkősziget elvétve találni olyat, ami például homok, mint az Otok-Szuszák. Éppen ezért a strandok legnagyobb része is sziklás, és vagy kavicsos, a természetes homokos strand kifejezetten ritka, de akad egy pár, például a Paradise Beach, Lopár, Rapsziget, vagy Párzina Beach, Ilovik. Van viszont mesterséges homokos is, például az Istvián, Medulinban. A szigetek növényzete sok helyen kifejezetten gyér, főleg az északi szigeteken, azoknak is a keleti oldalán. Ez a hegyek felől fújó szélviat van, amit borának hívnak, és bőven 200 km per óra fölötti tombolásra képes. Ezért az északkeleti partok nagy része holdbéli táj, egy fűcsomó sem nagyon nő rajtuk, csak egy sziklatenger az egész. És így a végére nézzünk a szigeteken pár gyönyörű strandot, de nem az ilyen mindenki által ismert, meg szénné hypolt Zlatnirat, meg társait, hanem valami teljesen mást. Nekem az egyik személyes kedvencem Tres szigetén a plázsa Sveti Iván Beach. Tekintve, hogy csak a tenger felől, vagy Lubenicéből egy rettenetesen nehezen járható gyalogösvényen lehet csak elérni ezt a strandot, ezért ez egy igazi tipp az eldugott helyet keresőknek. A hely pedig szerintem egyszerűen gyönyörű, nem is hiszem, hogy igényel különösebb kommentárt. A következő strand pedig Pak szigeten, a Ručice Beach. Ennek igazi különlegességét az adja, hogy mint a képeken is látszik, szó szerint nincs ott semmi. Mintha nem is ezen a bolygón járnánk, hanem mondjuk a Marson, egy növény, egy semmi nincsen, csak a sziklatenger vesz minket körbe. És ezzel be is fejezném, mert a horvát szigetvilágról 2 órás anyagot is simán lehetne csinálni. Köszönöm, ha idáig megnézted, találkozunk legközelebb, sziasztok!